Io speriamo che me la cavo. 60 temi di bambini napoletani. Marcello Dorta, én reméljük megúszom. Nápolyi elemisták dolgozatai Marcello Dorta tanító gondozásában. Meséld el röviden a legkedvesebb filmet tartalmát. Az én legkedvesebb filmem röviden pont tegnap ment a moziban. Az a címe, hogy Odüsszeja. Most akkor elmesélem. Volt egyszer egy Odüsszeusz, aki fölgyújtotta Tróját. Bevetette a falovas cselt, és mindenkit megölt. Avval a háborúnak vége lett, és neki haza kellett menni. A hazáját úgy hívták, hogy Itakába. Akkor szedelőzködött és ment. Ment, lendületlenül. De ettől kezdve annyi, de annyi bajon ment keresztül, hogy az már 7 baj volt. Az első baj, amin keresztül ment, a küklapsz volt. Volt egy bazi nagy barlang, egy bazi nagy fésűvel, egy bazi nagy hajszárítóval, egy bazi nagy darab sajttal, egy bazi nagy ágyjal. Bejön a küklapsz, egy egyszemű óriás szörny. Ordít egy bazi nagyot. Aztán meglátja Odüsszeusz társait, és megette őket. De senki se akart meghalni. Élni akartak még egy kicsikét. Egyik azt kiabálta. Küklapsz, ne engem egyél meg! Edd meg inkább nézd azt a másikat! De a küklapsz pont őt akarta bekapni, mert látta milyen kis zsíros jó falat. Akkor Odüsszeusz ivatott vele egy kis bódult bort, és a küklapsz alva rogyott össze. Nyugi, kumtak oda egymásnak, aztán elpucoltak. Akkor az óriás kiabálni kezdett, de senki se hallotta. De a végén mégis meghallották a többi szörny, és azt mondták neki. Hát neked meg kikaparta ki a szemed? És a küklapsz azt mondta, senki se. Na akkor hülye vagy, mondták neki. És így Odüsszeusz megúszta. De voltam egy másik baj. Bizonyos félig hal, félig nő szirének tudtak egy nagyon szép számot. Erre Odüsszeusz parafadugót tettetett a barátai fülébe, de ő nem tetette be magának, és amikor azok a félhalak énekelnek, ő legszívesebben a tengerbe ugrana, de meg van kötözve, és senki rá se ránt. A végén aztán kiszabadítsák. Erre tessék, nem ott az újabb baj. Találkozik a szelek istenével, aki ad neki egy acskó szelet, de a társai kinyitják az acskót, és a hajó meg hun le, hun fölbukfencezik. Na, akkor kikötnek Kirke varázslónőnél, aki egy újabb baj. A varázslónő, mikor meglátja őket, disznóvá változtatja őket. De Odüsszeusz nem. Odüsszeusz az erősebb, és ő nem akar disznó lenni. Így kiszabadítja a barátait is, elbúcsúzkodik Kirke varázslónőtől. Később mind meghalnak, de Odüsszeusz még él. Megy hazafelé, de egy angyal olyan öregi változtatja, mint egy rendes öreg, és azt mondja neki, nehogy megtanálja mondani, hogy ki ő. De Argosz a kutyája persze észreveszi, és amikor már 300 évet várt rá, megdöglik. Megy, hazaér, mindent elmond a fiának, akinek a nevére már nem emlékszem. De a fiát se olyan fából faragták ám, azt mondja, ne búsulj, papa, kinyugasztjuk őket, mint egy kutyát. Akkor csinált egy nagy cselt, egy ilyen kelepcét. Ez egy erős íj volt, amivel senki nem bírt lőni. Mindegyik disznó fogta, megpróbálta, bohóckodott, menősködött, hencegett. De egyik se bírt vele. Akkor jött Odüsszeusz, mindenki kinevette, béna, mondták neki, de ő megbírt vele, és ijedti be mindenki futóra. És Odüsszeusz megint fiatal és erős lesz, és minden ajtó be van zárva. És Odüsszeusz meg a fia agyonverdesték őket. A végén fölmosták a padlóról a vért valami lukféleséggel, aztán lefeküdtek aludni.